Ugye az orgona általában a mai embernek egyértelmű, hogy templomba létezik. Azt azért tudni lehet, hogy egy picit visszamegyünk a történelembe, hogy az orgona előtte tiltott hangszer volt az egyház. Szerint tehát nem is találtunk orgonákat templomokba, sőt, csak vásári mulatságokon, ilyen cirkuszi előadásokon, gladiátor viadalokon használták az orgonát, ezért az egyház teljes mértékben úgymond szentségtelennek és tiltott hangszernek titulálta. Később került be az orgona a templomba. Vannak egyébként zeneiskolában is orgonák, illetve magánszemélyek is tartanak otthon, bármennyire is meglepő, hogyha valaki kántorkodik és picit tehetősebb, akkor egy kis gyakorló hangszert képes összerakni magának otthon. Mivel itt Vajdaságban nagy rész templomokban találhatók meg orgonák, ezért inkább csak az egyházi megbízatások azok, amik vannak jobban, de ezen iskolákban is dolgoztam már. Mai napig hiányzik Budapest. Én egy tömegmániás, egy nyüzsgős típusú ember vagyok. Viccesen szoktam mondani, hogy az M5-ös autópályán élek, mert amint itt van egy lélegzett vételnyi szabad idő, akkor én húzok föl Budapestre, mert engem az egy picit föltölt. És a munka viszont mégis topolja, mert hát egyre jobban úgy látszik, hogy sokkal jobban megéri itt dolgoznom, vállalkoznom, mint mondjuk Magyarországon.